A Bükk-fennsík nyugati peremén, a tengerszint felett 773 méter magasságban található Örvénykőnél vettek részt kétnapos hegyi kiképzésen a Barna Vissza Gergely felderítő ezred és a Bocska István lövészdandár katonái. A felderítők az elméleti ismeretek megszerzése után a gyakorlatban is elsajátították az alapmászási és ereszkedési technikákat. A jelenlegi foglalkozás az alpin technikai foglalkozást hajtunk végre. Van benne ereszkedőpálya, mászópálya, elsősorban felső biztosításos mászás, illetve az előmászásra gyakorlottabbak képzése zajlik. Maga a foglalkozásnak az indoka az, hogy felderítő alegységek alkalmazás során, hogyha olyan területre kerülnek, ahol nem tudják megkerülni a sziklafalat, akár mászással, akár ereszkedéssel le tudják azt küzdeni. Ennek a felkészítésnek, ami tegnap kezdődött, volt egy megelőző elméleti tantermi szakasza, ahol az eszközök ismeretét sajátították el. Az alpin technikai felkészítés természetes velejárója a felderítők kiképzésének. A katonák a mászás és az ereszkedés során is felhasználták a gyakorlatot megelőző képzésen már elsajátított technikákat. Az ereszkedésnél annál kell legjobban figyelni, hogy nagyobb terpezbe legyünk, és akkor úgy tudjuk a legjobban stabilan tartani magunkat, és megkönnyítjük az ereszkedést. A mászásnál legfontosabb a három pontos stabilan tartás, a két láb és a kar, hogy minél nagyobb telfesz legyen ott is, és a kézet stabilan tudjuk tartani. A Bükk vadregényes tája kiváló körülményeket biztosít arra, hogy hegyi terepviszonyok között katonai felszerelésben gyakorolják a sziklamászást, a sziklafalról történő leereszkedést, valamint az ön- és társbiztosítást.